Szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, nézőinket, hallgatóinkat, a szabad dobásnak nagyképűen fogalmazva már nem is tudom hányadik, de az biztos, hogy első formabontó adásán, azért formabontó, mert ugye a szokásos leosztás az, hogy van egy beszélgető partnerem, egy újságíró kolléga, leginkább Csurka Gergő, de Deák Zsigmond is volt már kétszer, sőt Gulyás László is egyszer, most azonban 2-1-es hátrányba kerültem, mert két meghívott vendégünket tiszteltek. Köszöntöm még egyszer Kökény Beatrixet és Imre Bencét. És az az érdekes helyzet állt elő, hogy mindjárt közepébe vágjunk, hogy Bence, amikor téged annak idén megismertünk a kézilabda pályán kisrácként, akkor te voltál a Kökény Beának a fia, meg persze az Imre Gézának is, de kézilabdában a Kökény Beának. És most annyiban fordult a kocka, hogy alapvetően kökete most úgy jöttél ide, mint az Imre Bence anyukája, természetesen alanyi jogon is, de gondoltátok, hogy ez egyszer bekövetkezik? Igazából szerintem nem nagyon gondolkoztunk benne, hogy ez bekövetkezik, vagy nem. Most nagyon jó érzés, meg nagyon örülünk neki, de amikor elkezdett kézilabdázni, láttuk azért, hogy ügyes, meg jól mozog, meg úgymond van tehetsége hozzá, de azért a nagyon sok idő alatt, amióta én benne vagyok a kézilabdában, nagyon sok gyereket láttam elveszni a kézilabdának, tehát mindig csak ilyen kis lépésekbe gondolkoztunk, meg az volt a lényeg, hogy szeresse, jól érezze magát, és tartozzon valami csoporthoz, csapathoz, ahol barátokat tud szerezni. Pöncset azért nagyobb lépésre gondolkodtál, nem? Hát én nagyon, nagyon örülök, hogy ez így kezdted. Tényleg nekem ez nagyon jó érzés. Nekem ez egy nagy célom volt, meg nagy célom is, hogy tényleg ne anya és apa miatt azonosítsanak be engem. Azt gondolom, hogy e tekintetben ez az Európa-bajnokság egy jó lépés volt, hogy ezt elérjem. Tényleg nekem ez nagyon jó érzés, hogy valamennyire megtanulták már a nevemet, és nagyon büszke vagyok rájuk, de nem az ő hátukon szeretnék felkapaszkodni, és ott lenni akár a válogatottban, akár a Ferencvárosban. A szüleid, mert volt egy nagyon komoly keresztapád és Abaló, aki akárhogy is, de a te posztodon játszott. Egyébként nem mindenben hasonlított rá, az első ránézésre, de ezért a súlypont emelkedése, a balosa, igen. Hogy jött ez a becenév, arra emlékeztek? És mennyire volt ez? Jó, poén volt, de mennyire volt komoly? Hát úgy emlékszem, hogy a csapattársamnak az egyik apukája lovagolta meg ezt nagyon, mikor gólt lőttem, akkor iszonyatosan nagyot ordítva mondta, hogy Abaló a csarnokba, és csak az hangzott. Nagyon-nagyon szerettem az ő játékát, követtem így az életét, meg követtem az életét, hogy a pályán kívül hogy viselkedik, meg egy nyugodt típus volt a pálya, nem nagyon volt, aki úgy túlizgulta a dolgokat. Én is olyannak tartom, aki annyira nem szereti túlizgulni a dolgokat, meg nyugodt a pályán, úgyhogy emiatt lett ő így a példaképem. Köke, már volt egy fél mondatod az előbb, hogy nagyon sok gyereket láttál már elveszni. Ugyanakkor ezzel ellentétes folyamatokat is láttunk, ne is menjünk messzebb a családnál. Emlékszem, hogy amikor még kisebbek voltak a gyerekek, akkor azért úgy Bencéről már te is sejtetted, meg lehetett gondolni, hogy Bencéből kézilabdás lesz. Szofival kapcsolatban nem volt el ennyire határozott, sőt, emlékszem egy szituáció, amikor Szofi még mezőnyjátékos volt, és egy melegítés közben lőtt egy nagy gólt, és olyan ünneplésbe csapott, hogy kérdeztem is, hogy ezek szerint nagyon sok gólt nem szokott lőni, ugye? Ehhez képest kikötött a kapuba, és elképesztő sikereket ér most már elő is. Mitől függ az alapvetően? Nyilván a tehetségtől is, de nem csak attól. Mitől függ az alapvetően, hogy valaki nem csak indul, hanem be is érkezik-e? Ugye teljesen más pályát futottak be a Bencével, a Szofi és a Bence. Ugye a Bence tényleg kiskorában is, amikor megfogta a labdát, lehetett látni, hogy nagyon ügyes, és nagyon érzi a kaput, és nem nagy képűségből, de a játékértést is már kiskorában is lehetett látni, hogy örökölte tőlem. Illetve hát nagyon jó kombó, mert apukájának a ruganyossága, a gyorsasága, de most már így pont 2 hete a Fradi elnökségén mindig Rákosi Gyula ül mellettem, és ugye együtt focizott apuval, és akkor azért az is belém villant, hogy nem csak apukájától, hanem nagypapájától is örökölte ezt a gyorsaságot, mert ugye apu jobb szélső volt, és én nem láttam ugye játszani, de mindig ódákat zengtek arról, hogy milyen gyors volt, úgyhogy azért a Bence nagyon jó géneket örökölte. Ugye ott volt Szofi, aki hát ilyen álomvilágba élt, szerintem egy picit apjának a
mentalitás és apja fajta abból a szempontból, hogy nagyon szeret közösségben lenni, de nagyon szeret egyedül lenni. Tehát, hogy egy kicsit azért úgy egyéni sportoló. És amikor lement kézilabdázni, akkor hát nem nagyon akart kapura lőni, úgyhogy gondolkodtam, mikor mondjam meg neki, hogy ez szerintem engedjük el, és nézzünk valami olyat, amiben van sikerélményed, bár ő nagyon szeretett ettől függetlenül járni edzésre, mert a lányokat szerette, jó csapat volt, úgyhogy ő szerette. Aztán valahogy bekerült a kapuba, és ott is úgymond ügyes volt, tehát viszont ő a nagyon nagy alázatának, a nagyon nagy szorgalmának, a kitartásának köszönheti azt, ahol jelenleg tart. Még mindig nem tudom, hogy majd mi lesz az ő kifutása, mert kapuba meg szerintem még sokkal nehezebb ez a sztori. Ugye nagyon sok idős kapus van, akik nagyon jók, és most ők vannak előtérbe, ez természetes, és ott kell még egy rutin is. Tehát még mindig nem látom, hogy ő meddig juthat, de most azért megint egy nagyon nagy löketet adott az, hogy a Bence ezeket most elérte, mert ugye mindig a Bencének a sikereit akarta ő is elérni, és hát hál' Istennek, mondjuk így a hazai mezőnyben eddig azért jobban áll az egymás köztük, mert kétszeres Európa-bajnok utánpótlásban és egyszeres világbajnoki bronzérmes, bár a Bence erre azt mondaná, hogy ő meg világbajnoki ezüstérmes, de azért ő kétszeres Európa-bajnok, tehát ő úgymond így sikeresebb, csak nagyon nehéz azt most megjósolnom, hogy ő meddig fog jutni. Akkor ne is jósoljunk, nem téljünk vissza hozzád. Ha már a génekről szó esett, és jó atyádról is, az Izland meccs után mondtad, lehet, hogy nem pont így, de így jött le a sajtóba, hogy a gólokhoz képest neked legalább annyit értek a labdaszerzéseid. Most azok a labdaszerzések így a külső szemlélő számára azok szintén vívó mozdulatból születtek. Tehát nem csak az ütemérzék, hanem az már egy kitörés volt, ahogy néha oda nyúltál. Szerinted kitől mennyit, mit, hogyan örököltél? Hát igen, azt gondolom, hogy apai géneket örököltem, akkor nagyapáit, még ezt még nem hallom, ezt most hallom először. Igen, azért ér többet, mert pont a meccset, mikor visszanéztem az Izland meccset nagyon sokszor, szerintem a góljaimat megnéztem úgy 10-szer kb, a visszafutásaimat meg 100-szor, hogy milyen már az elindulást, hogy sikerült visszaérnem, hogy esetleg javítani valamit, már így külső szemmel, vagy hogy jól csináltam mindent, vagy például azt volt a Magnusson ellen, hogy elütöttem, de hogy nem tudtam megszerezni, mert visszapattant, hogy miért így ütöttem el. Szóval, hogy igen, ezeket valószínűleg apát örököltem, azt viszont azt gondolom, hogy azt szerintem, hogy azt lehet mondani, hogy ez így valamennyire előre látom a játékot, ez pedig biztos, hogy anyától örököltem, hisz igaz, én csak kazettán láttam játszani kiskoromban, de azt gondolom, hogy azért látszódott, hogy ő inkább a passzaival emelkedett ki, és meg a játék intelligenciájával. Azt gondolom, hogy ezt meg tőle örököltem. Az első felnőtt világverseny nyilván nagyon fontos, de azért szerencsére nem dönt el mindent, ugye, Köke? Szeretnél erről beszélni? Persze, hát azt én már valahol el is mondtam, hogy ugye eleve néztem a Bencét, hogy abszolút nem izgult, nem nyomta a tehert. Én ugye 20 éves voltam, első világverseny, ugye különböző okok miatt kezdőirányító voltam. Dániában voltunk, egyébként is... Bence, tudod, mire fut ki a történet? Tudom, mire. Jó. Dániában voltunk, azóta se szeretem azt az országot, nem csak emiatt, más miatt sem, és hát ugye azt hiszem, hogy a 12-től a 16. helyre játszottunk a végén, és onnan kellett volna kvalifikálni magunkat az AVB-re, helyett kvalifikáltunk magunkat a CVB-re, tehát én hazajöttem, és én mondtam, hogy úristen, most el kell bujdosni. Emlékszem, hogy talán januárban jöttél el hozzánk egy interjút csinálni, amikor a Laurence László lett az edző, és hogy mi volt ez, és hogy lesz ez, és akkor mondjuk így utólag nekem így nagyon kerek volt a pályafutásom, mert ugye egyből a legmélyebbre kerültem, és onnan, amikor az utolsó meccsemen meg a legmagasabbra, tehát ez így nagyon szép volt. Bízom benne, hogy a Bencenek ezt nem kell megtapasztalni, mivel már nincs CV-ben, és neki a pályafutása töretlen lesz, és mindig a lehető legjobb eredményt fogják elérni. Költői kérdés, mert sejtem a választ. A első felnőtt világversenyed első meccset, az Izland meccset, melyik költök izgult jobban?
biztos, hogy én küldtem neki egy képet, szerintem 8:30 volt a meccs, amikor indultunk el, küldtem neki egy képet, hogy ki van nyújtva a nyelvem, és ilyen röhögős fejet, mint hogy lássa rajtam, hogy tényleg nyugodt vagyok. De biztos, hogy ő izgult, meg szerintem az apa is nagyon izgult, ahogy hallottam. Ez egy képesség, általában se szoktál izgulni meccs előtt, vagy most erre külön úgy készültél mentálisan, vagy magadat is meglepted, hogy azért nyilván valamennyire az emberben benne van előtt a transz, aztán egyszer csak elkezdődik, és tényleg olyan voltál, nem tudom ki a Nagy Laci mondta, mint a 10. világversenyed lett volna. Igen, biztos, hogy megleptem magam, vagy én is úgy éreztem, de közben meg mentálisan nagyon készültem, hogy valószínű, hogy lehet, hogy ez lesz majd az én meccsem, ugye nyilván előtte egy nappal már azért tudtam, hogy én leszek keretben, egyedül leszek ugye szélen, úgyhogy onnantól kezdve meg elkezdődött a mentális fókuszálás a mérkőzésre, és tényleg így visszagondolva, volt szerintem 3-4 ezer izlandi, volt 2-3 ezer magyar, körülbelül majdnem ugyanannyian voltak, és igazából nem emlékszem egy bekiabálása, tehát ahogy szurkoltak, mert egyszerűen annyira fókuszáltam, hogy az úgy teljesen kiesett az, hogy körülöttünk szurkolók, hogy egyszerűen az van meg az Ellisonnak az arca, meg a Christiansonnak, és hogy azt látni, hogy veszekedtek már az első félidő közepén vége fele a pályán, mert a szélsők nem azt csinálták, amit kellett volna. Én tudtam, hogy az irányító mit kért tőlük, de valamiért nem azt csinálta a szélső, és ilyen láttam, hogy meg vannak zavarodva, és ezt nagyon jó volt látni, meg ettől azt gondolom, hogy az egész csapatnak olyan önbizalma lett a pályán belül, ami tényleg azt gondolom, hogy ez a sikerhez kellett, mert azt gondolom, hogy azért 8 góllal legyőzni Izlandot, az tényleg egy nagy siker volt. Az szinte példátlan siker volt, és abban a szerencsés helyzetben lehettél, hogy nem csak a ellenfél játékosára nézve meríthettél erőt, hanem a miénken, ha végignéztél az idősebb társaidon, ez mennyit ad neked egyáltalán? A Fradiba is volt olyan meccs, amikor még tavaly a főtáblára jutásért a Bukaresten játszottatok, és már összesítésben volt 5 gól hátrány, és akkor egy lövés után a Lékai Máté futott vissza, és mosolygott. És akkor én azt mondtam, hogy hát, hogyha valami, akkor ez biztos erőt ad a fiataloknak. Hát ezt a mai napig említem neki ezt. Tényleg? Igen, mert úgy futott vissza, lőtt egy ilyen kanyarított. Óriási, pedig nem beszéltünk össze, benne maradt. Ilyen kanyarított lövés lőtt, és emlékszem, hogy valahogy így futott vissza, hogy milyen szép gólt lőtt, és néztem fel, mondom, Máté, mondom, összesítésben 3 góllal még így is égünk, és volt hátra 8-10 perc, és tényleg, ezt majd napig említettem, hogy ezt nem hiszem, hogy ezt te itt megcsinált, és én meg röhög magam, hogy és mondja mindig az a válasz, és tovább jutottunk. Szóval abszolút igen, a kérdésre visszatérve nagyon sok erőt merítettünk, meg nagyon támogatóak voltak az idősebb, rutinosabb játékosok, tehát én megnéztem azt az egész meccset, és emlékszem, hogy a végén kidobták ott az izlandiak, és ott valahogy még ott bele is tudtam ütni, és a Sipinek az volt az első mozdulata, hogy nem az, hogy lemenjen a pályára, hanem oda visszajön hozzám a sarokban is, és adjon egy pacsit, és így megölelni, és hogy emlékszem, hogy mondtunk, én azt mondtam magamba közben, hogy mert annyira extázisban voltam, hogy jó, még van egy fél idő, meg kell nyernünk, 0-0, meg kell nyernünk, ezt mondtam az öltözőbe is, mikor visszamentünk, de hogy láttam azt, hogy mindenki akarja a sikert, és nagyon segítettek minket fiatalokat, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyveleg meg közeg alakult ki így az EB során. Kök, ezt tőled kérdezem, mert nagyon sokat láttam már tekintetben is, amikor a 2018-as junior VB győztes lányainkon számon kérik, hogy miért nem robbantak már be a felnőttbe, akkor részben szerintem az egy jó válasz, hogy azért, mert ott nem várta őket egy-kettővel olyan idősebb generáció, mint mondjuk a Reistadot a norvégoknál, vagy adott esetben a Bencét most a fiúknál, és szerintem 89-ben a baj egyik fők az volt, hogy titeket se vártak akkor, mert akik várhattak volna, a Rácz Mariam, vagy az Erekes Csill, vagy a Kiséva, éppen akkor távoztak a csapattól. Aztán később többféle pozícióban, az egyik vagy a másik oldalon is volt a fiatalabb, meg idősebb játékos is, aki úgy megteremtette a folytonosságát a válogatottnak. Mennyire fontos ez? Igen, én is azt gondolom, hogy a lányok most azért vannak rányosabb helyzetben, mint a fiúk, mert ott ugye van, a fiúknál vannak a 30 év fölöttiek, de vannak még, akik 30 év besek most az idén, tehát, és akkor vannak még a náluk fiat. Tehát, hogy megvan, hogy minden korosztályból 2, 3, 4, 5 ember van egy helyen, és az így szerintem így nagyon jó kombó. Ugye a lányoknál igazából vannak a 92, 93, 94-ből,
De ott se ilyen tömegével, hanem egy-egy játékos van, és kiesik az a tehát hogy most kéne ilyen 95-96-97-eseknek lenni mondjuk 10, vagy e körüli korosztálynak, és akkor a kisebbeknek lenni 8-an mondjuk, vagy 7-en így ebbe a 7 évbe, de ez nincs meg. És a 2008-es, tehát a 98-99-es korosztályból pont nem a lövők érkeztek be a válogatottba. Ugye nagy szívfájdalmunk Háfranoni, nekem nagy szívfájdalmam Lakatos Rita, mind a kettőre úgy tekintettünk ott azon a debreceni junior VB-n, hogy megvan oldva a hármas védekezés, megvan oldva a lövő, magas irányító, esetleg Lakatos Rita még lövő, és ugye Kluiberket érkezett be abból úgymond lövőként, de azért tegyük a szívünkre a kezünket, hogy azért Keti nem a klasszikus átlövő, hanem ő egy nagyon ügyes, bebújós, sokszor jó ellövő, de hogyha ő van egyedül potenciál, és rákészül mondjuk egy norvég, montenegró, bármilyen védekezés, akkor most láthattuk ezen a világbajnokságon, hogy sokszor megették, mert egyszerűen annyira őrá figyeltek, hogy nem tudott ő úgy kibontakozni. Tehát pont nekünk az a korosztály most hiányzik a lövők szempontjából, mert ugye szerintem Márton Gréti, Pásztor Nonó, Tóvízi Petra, a túloldalon ugye a Faluvégi Dorottya pont sérült volt, de még ő is idejött. Tehát pont a kiegészítő emberek értek oda, és ugye most próbálkozunk a 2000, 2001, 2002-es születésekkel, de azért ez nem fogja tudni a Nóra Mörk Oftedál 90-91-es csapattal fölvenni a versenyt egyik pillanatra a másikra, viszont azt gondolom, hogy látva a világversenyeket, ugyanazt tapasztaltam a fiúknál, bár a fiúknál nagyon kiegyenlítettek, de a lányoknál azt tapasztaltam, hogy a franciákon kívül nem nagyon fognak tudni a következő időkben fiatalítani a skandinávok, a norvégok, a dánok. Tehát, hogy szerintem, ha kimegy az az aranygeneráció is a norvégoknál, mert valljuk meg azért még mindig a Lunde, a Nóra Mörk, az Oftedal dönti el a mérkőzéseket. Herrem. Igen. A Reisztad ott lesz, de azért nélkülük a Reisztad sem fog tudni. Tehát a Reisztadról azért 2018-ban is mindenki azt gondolta, hogy extra lesz, szerintem. Igen. És ő beváltotta. Viszont a többiek nélkül azért nem olyan lesz. Én szerintem a fiú és lány vonalon, amelyik a legkiegyenlítettebb csapat, az a francia. Akiknek van ugye idős, van fiatal, és ez a lányoknál is ugye most láttuk a 2002-es lányt is a felnőtt VB-n, hogy ő már be tud épülni. De azért, mert ott van mellette tényleg az a többi idősebb támogató ember, hogy becserélték, és akkor ott minden, hogy mondjam, felelősség nélkül tudta lőni a gólokat, mert nem figyelt rá senki, mert mindenki a többi, mit tudom én, 10-re figyelt, és akkor ő így tudott gólt lőni. Tehát azt gondolom, hogy türelmesebbnek kellene lenni, viszont magukkal a játékosok sem türelmesek. Tehát mindenki, nagyon sokan kiadják például az NB1-B-s bajnokságot, ami alapvetően szerintem azért baj, mert nem mindenki tudja megugrani, hogyha 18-19 éves lesz az NB1-et, és nagyon kevés lehetőséget kap, és inkább fel kéne áldozni esetlegesen 1-2 évet, hogy egy magabiztos, erőtől duzzadva egy NB1-B-s csapatból kerüljön oda, és akkor esetleg ne 5 perceket kapjon, hanem 25-30 perceket. Tehát szerintem ebbe is van probléma, de abba is, hogy most elvárjuk, hogy a 2002-es csapatból, mondjuk, akik most 22 évesek lesznek, miért nincs ott 10, és miért nem nyerjük meg akkor a VB-t? Számos kockázati tényezőt említettél, ezek egy része rád már szerencsére nem érvényes, egy része viszont talán még igen, és egyébként is szokták mondani, hogy egy fiatal sportoló számára a kudarcnál, vagy a kudarcos első világversenyen csak egy nagyobb veszély leselkedik, a siker. Most neked ebben részed volt, és hogyha nem vészmadárkodni akarok, de azt mondom, hogy mennyire szednek szét azóta, akár a média, hiszen utána, amíg meg nem betegedtél, majd és jöttél volna, körbefutottad a teljes magyar médiát, gondolom rádugrottak menedzserek, gondolom, hogy
hirtelen, akik eddig nem ismertek, azok is felfedeztek egyrészt. Másrészt, meg akik úgy szeretnek mindenből kisítőséget meríteni, azok azt mondják, jó, ez marha jó sikerül, de amit az előbb mondtál, hát még nem rád készültek, még nem ismertek, de mostantól kezdve aztán mindenki szét fog videózni téged, mostantól kezdve mindenki rád fog készülni, mindenki téged akar kettétörni a szószoros és átvitt értelmébe, és mennyire kell ezek együtt élni, feldolgozni. Először téged kérdezek, aztán kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre. Hát nekem nehéz, hogy őszinte legyek, azért így most érzem magamon, hogy amúgy sem vagyok az a típus, aki úgy a középpontba imád lenni. Nyilván nagyon jól esik, hogy ennyien néztek minket, és hogy ennyire büszkék ránk. Valahol nyilatkoztam, hogy azt hiszem, és ezt tartom is, hogy nem akarom annyira túlgondolni ezt az Európa-bajnokságot. Tehát nagyon szép, nagyon jó volt, jól játszottunk, de ahogy említetted is, innentől kezdve készülnek, tehát ez az első NB1-es szezon, vagy fél szezonnál is így van, vagy az első meccseken, hogy nem ismernek, oda tudsz talán könnyebben kerülni, kiszámíthatatlanabb vagy úgy az ellenfél számára. Most viszont, hogyha mondjuk lesz egy következő válogatott meccs vagy világverseny, akkor biztos, hogy készülni fognak ránk is úgymond fiatalokra, mert azért úgy gondolom, hogy jól ment a játék nekünk fiataloknak. Szóval ez nehéz kezelni ezt a média érdeklődést, de tényleg nem szabad annyira le kell vonni a megfelelő következtetést, a jót és a rosszat is az EB után. Örülünk neki, mégiscsak egy történelmi siker, ami azt gondolom, hogy azért nagy dolog, főleg, hogy az első világversenyen vettünk részt sokan, de tényleg nem gondolom, hogy annyira túl kell gondolni. Megyünk tovább, és reméljük, hogy a következő megmérettetésen újabb sikert tudunk elérni. Itt ugye a Bencének a szereplése egy nagyon érdekes szerencsefaktor, hogy miért is szerepelt ő az Európa-bajnokságon. Ő elvileg a harmadik, úgymond harmadik számú jobb szélsőnek számított a 35 fős keretben, és ugye a Pedro sajnálatosan családi problémák miatt nem vállalta az Európa-bajnokságot. Itt azért volt egy nagyon nagy lehetőség, hogy kettejüknek kell megoldani a világverseny. De ugye a Csema azért úgy gondolkozik, hogy nem rak be általában két szélsőt egyik oldalra sem, hanem ő inkább a belső posztokat erősíti meg, hogy azért mégiscsak belső posztokon dől el, úgymond a meccs végeredménye. Ezért azért meg kellett harcolni, hogy ki az első számú, ki a második. Ugye természetesen ebbe a junior világbajnoki második helyezett csapatba szerintem rengeteg ügyes gyerek kézilabdázott, és a Krakowski Zsolt, mivel előbb is került be a válogatottba, meg a Csemát tényleg minden mérkőzésen, amikor őt berakta, nagyon jó teljesítményt nyújtott, tehát a kiindulási pont az volt, hogy ő lesz ugye a kezdő, amivel ugye a Bencének is meg kellett birkózni, mert általában az utánpótlás versenyeken ez fordítva volt, de ezzel nincsen semmi gond, tehát ezt is szerintem meg kell tanulni, és nem árt, ha az ember minél fiatalabban ezt megtanulja. Úgyhogy a Zsolt nagyon jól játszott az első mérkőzésen, sajnos a másodikon hibázott. Ez arra késztette a Csemát, hogy esetleg akkor megnézi, hogy milyen a Bence, mert ugye nagyon, tehát vagy úgymond hál' Istennek nem volt akkora nyomás a csapaton, hogy mindenképpen az olimpiai selejtezős helyet ki kell vívni, és ezért ugye szerintem bátrabban is tudott cserélni. És akkor ott a Bence jó játszott. És az a jó játék ugye azt eredményezte, hogy a Zsolt már nem tudott sajnos visszakerülni a csapatba, mert én szívesen láttam, hogy minden meccsen két szélső van, de hát nem én vagyok a szövetségkapitány. És akkor tényleg hatalmas volt az érdeklődés, de mi mondtuk, én mondtam, hogy ez egyszeri dolog, és mondjuk ma még február van, de hogy ez azért lassan elfelejtődik. Tehát elkezdesz egy új mérkőzést, azért elfelejtődik, hogy te most jól játszottál az EB-n, hanem kell a következőre koncentrálni, és a tegnapot azt már senki nem jegyzi, hanem a mai napot, és ha esetleg majd nem játszik olyan jól, akkor biztos, hogy majd megtalálják különböző kommentekbe, vagy helyeken, hogy miért nem olyan jó. Ezt kell majd neki feldolgozni, ami szerintem a mai világban sokkal nehezebb, mint a mi időnkben, mert a mi időnkben maximum szégyeltük magunkat, de nem olvas, vagy nem volt hál' Istennek internet, és nem volt
hagytunk abba, hogy most elolvassam magamról a cikket, úgy cikk után a kommenteket, vagy ne olvassam el. Ez szerintem most a mai fiataloknak nagyon nehéz. Te olvasod a kommenteket? Én igen, de én, nekem valahogy ez is olyan pozitív, tehát hogy én szembe jön velem nyilván, nem azt mondom, hogy azért én keresem, de azért így szembe jönnek velem kommentek, vagy akár cikkek, de amikor mondjuk pozitívat írnak rólam, azt se veszem úgy annyira, tehát hogy így és jól esik. És ha bántanak, az mi? Most mivel tudnak megtalálni egyáltalán? Hát nyilván azért a két szülővel mindig meg tudnak találni, szóval ez azért az örök marad szerintem, hogy azért... Most előkészítek egy gonosz kérdést, mert egy gonosz kérdésem van, és valaki akaratlanul is megtalált téged, de szerintem a poén nagyon jó, és kíváncsi leszek a válaszodra. Messziről kezdem, nemrég beültem egy taxiba, még az EB előtt mondja a taxis, hogy fia nem sportol. Mondom, nem, ennek több oka van, hogy nincs fia. Azt mondja, hogy na de hát a múltkor vittem a két lányát meg a fiát, és összeraktam, hogy a két lányommal együtt ment egy taxiba, és mondja, de a fiú nem sportol. Hát mondom, ahogy vesszük, hát a Fradiba kézilabda, azért meg válogatott kézilabdázó. Magyarán nyilván arra utalt, hogy nem vagy egy izomkolosszus, neked ebbe van a tehetséged, meg az erőd a gyorsaságodban, vagy azért, mit tudom, egy pár kilót fel akarsz rakni, hogy látod? Az egyetlen dolog volt, amivel téged nálam megtaláltam. Igen, az EB előtt abszolút így gondolkoztam. Most így az EB után ez egy kicsit változott, mert azt éreztem, hogy nem volt olyan, tehát hogy rásul olyan rendszert játszott, főleg ilyenkor védekezésbe számít ez nagyon, hogy olyan rendszert játszottunk, hogy nem nagyon kellett, nem nagyon jött ki az, hogy mondjuk talán egy kicsit gyengé vagyok, meg talán az, amikor ugye volt, egyszer volt ugye, hogy 5-1-et védekeztünk, és akkor ugye, hogy fel kellett mennem a Karácsicsra, meg Cindricsra, azért az úgy gondolkodtam előtte, hogy na most itt el fog dőlni, hogy azért így bírom őket tartani, és igazából azt gondolom, hogy összességében valamennyire megoldottam a feladatot, nyilván lehet egész meccs alatt nem valószínű, hogy így sikerült volna, nyilván lehetne még 3-4 kilót majd felszedni, főleg így az viszont támadás, hogy még egy zárást azért kicsit erősebben tartsak meg, mert azért az abban még talán voltak hibák, de igen, azt gondolom, hogy a gyorsaságomból meg nem szabad elvenni, vagy hát, hogy nyilván, hogy annak azért jó lenne, ha megmaradna, meg ez a dinamikusság, ami talán így engem jellemez, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben van az én úgymond erőm. Viszont napjaink minden kézilabdázóját érinti, aki egy szint felett játszik és világversenyre kijut, hogy két naponta ezt a tempójú kézilabdát játszani komoly ellenfelekkel szembe, ugye régen az még nem volt gyors közép, amikor azért ennyire nem a fizikumra épült, azt mondjuk, hogy szinte lehetetlen. Nem véletlen, hogy futballvilágversenyen 4 naponta vannak meccsek. Itt azért 2 naponta vannak, és korábban megszoktuk, hogy akár a 2-vel ezelőtti ebben Svédországban szenzációsan indult a csapatunk, de a végére kizsigerelte ez a tempó. Mit lehet ezzel tenni? Hogy lehet ezt bírni? Hát, mind a ketten mondjátok. Igen, a Bencének szerintem az utolsó meccsen látszott, hogy úgy elfáradt. Nem is csak Bencére gondolok, hanem úgy igen, általán a csapatra. De hogy a többiek, én nem is tudom tényleg, hogy bírják, mert ugye a Bence szerintem könnyebben regenerálódik eleve a kora miatt, de azért tehát nem mozgat 100 kilókat. De azért a nagyobb emberek, a beállóink, a lövőink, akik eleve nagyobbak, magasak, ők biztos, hogy nem tudnak regenerálódni, mert annyi adókapok van ott bent a falban, oda-vissza, hármas védekezésben, átlövőbe védekezésbe, hogy ugye meglátszik, hogy visszajönnek, és egy héten belül bajnokságban, és egyszerűen még nem tudták kipihenni magukat és regenerálódni. Tehát például ugye az osztrák meccs szerintem annak is betudható volt ott a vereség, hogy ugye előző nap utaztak, és nem tudták úgy kipihenni magukat. Viszont én ott éreztem, hogy az első fél időt azért még jobban megtolhattuk volna egy kicsit, mert az osztrákok meg szerintem még fáradtabbak voltak. Csak megadtuk nekik a sanszot, hogy az első fél időben, hogy nem rohantunk át rajtuk, és akkor már elhitték, hogy akkor partiba tudnak lenni, és akkor az nem úgy alakult a vége, ahogy egyébként egy pár meccs úgy alakult a végén, hogy mi jöttünk ki jól belőle. De ez a két nap, ez nekem sok, ugye ez a 24 csapatos Európa-bajnokság, mert nagyon sok csapat van. Fiúknál persze nagyon sok jó csapat van, tehát ha meg csak 16-os lenne, sok jó csapat kimaradna. Csak így nagyon hosszú is a világverseny, meg tényleg ezt már
Én azt gondoltam, hogy ezt lehet, mert mi ugye még naponta játszottunk, persze nem volt ilyen gyors a kézilabda, de hogy most már nem bírják, mert tényleg annyira sokat kell futni, és nem csak előre, hanem hátra is visszasprintelni, hogy ne rohanjanak le, hogy nem tudom, de hát én azt a törekvést látom, hogy minél jobban kiszélesítik a világbajnokságot is, meg az Európa-bajnokságot is. Volt olyan, amikor tartson volt, és hogy lettél úrá rajta? A francia meccs volt az, amikor talán úgy főleg az első fél időben, amikor a hosszú oldalon voltam, hogy láttam, hogy ők folyamatosan cserélnek belső poszton, és hogy tényleg talán most a francia csapat volt az ilyen szempontból kiemelkedő, hogy azért más, mikor mondjuk úgy, tehát az első meccsükön a csoportban nyertek 10-re, oké, utána Svájc ellen x-eltek, de hogy a németeket azért így kézben tartva legyőzték. Tehát, hogy azért ők náluk látszott, hogy tartalékó és egy 4-5 góllal tudnak nyerni majdnem minden meccset. És azért az, hogy mikor a Karabatic ellenünk nincsen keretben, és jön a Timothy Engelsen, a Barca ballátlője, és hogy ő még nem játszott kb. Az EB-n egy meccset, talán a Észak-Macedónia ellen, és jön akkora lendülete, jönnek akkora, és 13 méterről felugranak, és lőnek egy gólt, akkor úgy van el az ember, hogy na jó, akkor ezt nem tudom, valamit kéne ezzel csinálni, de közben azt érzed, hogy nem lehet. Rásul pont a Deszka elég sokat beszélgetett meccs közben. Meccs közben. És előrefele annyira előidult, hogy visszafele már nagyon szeretett ő se futni, de előrefele annyira indultak, annyira gyorsak, dinamikusak voltak, hogy ott éreztem én magamon először, hogy azért fú, most ott itt nagy rohanás, nem is tudom, a 12. percben szerintem ott még vezettünk, de ilyen 10-9 volt, szóval ilyen nagyon sok gól volt, meg nagyon nagy rohanás volt, és szerintem volt ott 4-5 rontott lövés is közben. Szóval ott éreztem, a szlovén meccs az meg tipikus ilyen, mind a két csapat tudta, hogy utolsó meccs, mind a két csapat kiadta a legtöbbet, nem szép játék volt, sok hiba, kapusok remekeltek, nyilván azért a lövések sajnok voltak már, mint mondjuk az EB első pár meccsén, vagy a középdöntő első két meccsén, de azt gondolom, hogy ott is megmutattuk, hogy azért erősek tudunk lenni, mert a Sipi nélkül az utolsó 5 percben -2 gólról meg tudtuk fordítani a meccset, ami 3-0 szériával, ami azt gondolom, hogy azért magáért beszélt. És az úgy jellemezte szerintem az egész Európa-bajnokságot, hogy voltak rossz meccseink, volt mikor nem játszottunk jól, de azért úgy mindig ott akartunk lenni az ellenfélen. Tehát azért a franciák ellen is, hát az első fél alapján belefuthattunk volna egy 10-12 gólos vereségbe, helyett 3 lett, és még azt mondtuk, hogy egy kicsit jobban nem is az, hogy koncentrálunk, jobban játszunk a másik fél időben, meg nem hagyunk ki annyi zicsert, akkor lehet, hogy szorosabb. De hát nyilván azért azt gondolom, hogy a franciák most ennyivel erősebbek nálunk. Amiket elmondtál, én ezért vagyok most nagyon optimista, de ennél sokkal fontosabb, hogy ti mennyire vagytok optimisták. Én azért elmondom, hogy látom, hogy miért vagyok az. Nyilván 5. hely után optimistának kéne lenni eleve az embernek, de emlékszem, hogy mikor 1997-ben a VB-n 4. lettünk, vagy akár a most a 2021-es VB-n, amikor 5. lettünk, akkor egyrészt bennem volt, hogy micsoda nagy eredmény, hurrá, másrészt egyből bennem volt a félsz, hogy de nem vagyunk ilyen jók, basszus, hát innen visszafelé fogok vezetni az út, és most nem ezt érzem. Most érzek valami olyan erőt, tartást, automatizmust, ezt az egészséges elegyet, meg az, hogy ti is időtettek a fiatalok ebbe a csapatba, hogy most nem érzem, hogy ez egy kicsúszott eredmény lenne. Én nem azt gondolom, hogy a franciákat vagy a dánokat meg fogjuk verni jövőre, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ott van a világ közvetlen élmezőnyében a helye, hogyha így együtt tud maradni. Hogy látjátok ezt? Én nagyon bizakodó vagyok, így a jövőre nézve, mert én is azt tapasztaltam, hogy a fiatalok valami lendületet, valami újat hoztak be. Ugye most nagyon, ugye hatan voltak a junior VB-ről, és volt egy sikerélményük. Volt egy olyan eredmény, ami hát nagyon rég volt ilyen eredmény. Világbajnokságon ugye az EB-n volt az, hogy a 96-97-es brigád második lett egy ifi Európa-bajnokságon, de előtte ugye pont a Miklár Roliék, a Császár Gáborék voltak ugye a 84-es korosztálya VB bronzérmesek hazai pályán. És most szerintem ők ilyen nagyon pozitív mentalitást, illetve hát azt hozták, hogy tulajdonképpen ők egy világversenyen egyszer kaptak ki egy világbajnokságon, és szerintem ezt valahogy így megérezték az idősek is, hogy hát ők most nem is félnek úgy semmitől, úgy
az edzéseken se olyanok, hogy jaj, hát bocs, hogy itt vagyunk, hanem igenis, hogy ott próbáltak maguknak helyet követelni, és szerintem ez úgy az idősekre is ilyen nagyon pozitív hatással volt, tehát így mentalitásba gondolom. Hogy ha most itt van egy gyerek, aki most került ide, és teljesen bátran és jól kézilabdázik, akkor nekünk meg mitől van félnivalónk? Semmitől. Tehát ez egy ilyen nagyon jól sikerült szerintem így ebből a szempontból a csapat összetétele. És ugye hát valószínűleg olimpia után egy páran visszavonulnak, viszont azt gondolom, hogy még ebbe a csapatban van egy-két-három olyan ember, aki majd idővel be tud csatlakozni. Bízom benne, hogy minél előbb. Én gondolok itt a Temesvári Gáborra, Lukács Péterre, ugye az Oncsa, az Onodi János Kuti Máté eleve a 35-ös keretnek a tagja volt, és akkor szerintem még jobb elegy lesz, és át tudják esetleg venni idővel a stafétabotot azoktól, akik már így majd kezdik el abba hagyni a játékot. Bence? Azt gondolom, hogy lehetünk optimisták, de azért azt is látni kell, hogy egy ilyen Európa-bajnokságon nagyon sok függ a szerencsétől és a sorsolástól, hogy tényleg, azt gondolom, hogy benne vagyunk ott van, én azt gondolom, hogy kilóg három csapat most, hát egy trió, az a svéd, dán, francia, ez azért ez látszódott, szóval hogy azért azt gondolom, a németek talán oda nem tartoznak, viszont a negyediktől a 11-2. Helyig meg bárhol tudunk végezni, szóval igazából jó és jó, rossz értelemben is, szóval van Portugália, Norvégia, Izland, vagyunk mi, akkor azért most az osztrákokról is azt gondolom, hogy beszélni kell. Hollandok ugyanígy, meg szóval hát az összes szlovénok, szóval horvátok, igen, szóval tényleg nagyon kiegyenlített a mezőny, tényleg ez el tud sűnni nagyon jól is, de benne volt, hogy benne lehetett volna simán, tehát hogyha azért az első meccsen Montenegro ellen nem játszottunk jól, de lehet, ha Montenegro egy kicsit jobban játszik, akkor vereséggel kezdjük az Európa-bajnokságot, szóval ilyen apróságokon múlik, szerbek se egy rossz csapat, sőt, azért azt gondolom, hogy a meccs előtt sok mindenki azt gondolta, hogy a szerbek itt esélyesebbek nálunk, és ez nem azért volt, mert a szerbek jobbak lennének, csak egyszerűen játszik, hogy jobb csapatokban játszanak jelen pillanatban, mint mondjuk mi. De azt gondolom, hogy mi csapatilag ezt megoldtuk. Visszatérve, igen, lehet optimisták lenni, de azért minden világverseny más, én azt mondom. Fontos, nagyon fontos az első meccs, ezt mindig kiemelem, mert egy első meccs után olyan lendületet tud kapni egy csapat, ami talán nálunk is jellemző volt, hogy azért úgy végig tudott vinni. Úgyhogy kemény a mezőny, tényleg mi azt gondolom, hogy ezt a mentalitást vinni fogjuk tovább csapatilag, mert tényleg van 20 játékos, meg nyilván akik ugye nem utaztak, vagy a 35-ös keretben ott voltak, ők is ugyanilyen mentalitásúak, hogy nekünk tudjuk, hogy csak így van esünk, és ezt Csema is elmondta, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk egyénileg a legjobb játékosok a mezőnyben, meg lehet, hogy az ellenfélnél jobb egyéni játékosok vannak, meg jobb csapatokban játszanak, de mi nekünk csapatilag van esélyünk, és azt gondolom, hogy ehhez mindenki tartja is magát. Említetted az előbb az első meccs fontosságát, most ugye az a jó hírem van, de ez nektek nem új, hogy a márciusi hazai rendezésű tatabányai olimpiai selejtezőn az első meccset meg fogjuk nyerni, mert Tunéziával játszunk, viszont utána jön két olyan ellenfél, amelyet ugyancsak említettél egészen más összefüggésben, úgy, hogy hát végülis ők nagyon ott vannak, ahol mi, tőlük tulajdonképpen bármikor megverhetjük őket, de bármikor ki is kaphatunk, hát a kettőből legalább az egyiket meg kéne verni ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára. Ha a kettőből egyiket, akkor melyiket lehet könnyebben megverni, egyáltalán meg lehet verni mind a kettőt? Hát én maradnék az első mesnél, mert nem láttam Tunéziáról én őszintén videót. Láttam, hogy az Afrika bajnokság ugye harmadik helyezettek lettek. Ugye az elődöntővel Egyiptomtól kaptak ide, hát az Egyiptom az egy Európa bajnokságon mondjuk, ott lenne, lehet az elődöntővel. Szóval azért én azt gondolom, hogy az első mesnél kell maradni, mert biztos, hogy nagyon nehéz lesz, ráadásul azért nem gondolom azt, hogy ezt jelen pillanatban minket annyira megzavarna a hazai pálya, de abban a helyzetben lehet, hogy máshogy fogunk reagálni, nagyon bízom benne, hogy nem így lesz. Szerintem nagyon kemény lesz a másik két csapatra, meg igen, ahogy említetted, bármikor le tudjuk őket győzni, de bármikor meg is tudnak minket venni, és abból se szabad kiindulni, hogy a norvégok
azért most mondhatjuk, hogy egy kicsit talán gyengébb Európa-bajnokságot zártak, mind játékilag, mind eredményileg, de nem szabad abból kiindulni, mert hát tényleg ott is nagyon jó játékosok vannak, és azért ők is volt egy időszak, mikor folyamatosan négybe voltak VB-n, EB-n, úgyhogy... Úgyhogy hát egy ilyen olimpiai selejtező, mondjuk nem volt benne még részem, szóval nem tudom, igazából a legutóbbi az ugye 2012 volt Svédországban, mikor 9 éves voltam még akkor, és hát ugye szerintem akkor már, vagy akkor nem tudom, hogy a Máté ott volt-e, de tudom, hogy utána az olimpián ott volt, de hogy... De például a Roli ugye ott volt, arra tisztán emlékszem, és azért az sem volt olyan könnyű akár Brazíliát megvenni, ha jól emlékszem. Szóval két gól volt, és igen, az volt az, mert ott emlékszem, hogy a Máté úgy ünnepel, hogy majdnem előre esett a szék miatt, mert belerugott a székbe. Szóval igen, azért az se volt könnyű, hát ez biztosan nagyon nehéz lesz, de azt gondolom, hogy a célunk az nem más, mint a kijutás. Minden okunk megvan, hogy ez a beszélgetés a jelenről meg a jövőről szóljon, de hát a szent cél az olimpia, és ha már olimpia és a család, akkor beszélni kell a múltról is. Nem akármilyen olimpiai múltja van a családnak, és egy kicsit fura is, mert mindketten nagyon örültetek bronzéremnek, és legalábbis gondolom, hogy mindketten szomorkodtatok ezüstön. Igen. Már volt annyi idő, hogy megérjen mindegyik. Hogy tekintesz vissza ezekre? Hát, hogy bárcsak ma ezen szomorkodnánk, hogy mondjuk szeptemberben azon szomorkodnánk, hogy elvesztünk 6 gólról egy olimpiai döntőt, most bármelyik szakákba. De egyébként kézilabdában ez 2000-ben lehet, hogy még sokkal ritkább volt, de ma már szinte mindennapos. Igen, szóval hogy emiatt felértékelődött, hogy azért a mi ezüstérmünk, persze az mindig azért úgy olimpia éve van, és jön az olimpia, akkor hogy lehetnénk aranyérmesek, meg sok olimpiai bajnokok klubja van, és akkor mi nem vagyunk a tagjai, de mondjuk ettől nem rosszabb vagy jobb az életünk, tehát az életünk, hál' Istennek, az ugyanolyan. Akkor nagyon szomorú voltam, például Gézu az aténi ezüst után nem volt szomorú, tehát ott simán kikaptak a franciákt a döntőbe, úgyhogy az a csapaton, úgyhogy azután ő nem szomorkodott. Igen, de emlékszem, hogy az elődöntő után ott a vegyes zónában beszélgettünk a srácokkal, és akkor mondták, az Iván mondta, Kovács Iván mondta, hogy most még ne, majd a győzelem után beszéljünk, és elmentek. Tehát azért úgy mentek oda nyilván. Persze, csak ott a Gézunak nem volt aznap olyan jó napja, úgyhogy őt már lecserélték az elődöntőbe, ő már nem vívott, és így a döntőbe se tudott vívni. Úgyhogy szerintem ő azt pozitívan értékelte, én ugye a Sydney-t azt negatívan, az Atlantait azt minden, örült mindenki nagyon, és ugye hát Rio, ugye ott neki egy ezüst, meg egy bronz. Az ezüst hát nagyon szomorú volt, de nem sokáig, hál' Istennek, és a bronza csapattal meg extra volt neki az ilyen jutalomjáték, mert de egyébként így Rióra visszagondolva úgy ment ki, hogy hát mondom, a csapattal legyentek érmesek. Tehát én ilyenben, hogy ezüstérem, vagy bronzérem, én semmiben nem gondolkodtam. Ráadásul ugye tudtuk, leszállt Rióba, meg volt a sorsolás, volt még 2 vagy 3 nap a versenyig, de már megvolt a sorsás. A Bockó Gáborral lakott mindig egy szobába, és a Bocek nem akarta tudni, hogy mi a sorsás, a Gézu mindig megnézte. És ott volt, hogy első kanyar után, ha veszik a legjobb 32 között, akkor ők együtt egymás ellen fognak vívni. Tehát a Gézut akkor már frusztrálta ez a dolog, hogy ő a Bocekkel fog vívni a legjobb 8-ért. A Bocek meg aznap szembesül, mert ő mindig csak aznap nézte meg a táblát, hogy kivel fog vívni. Úgyhogy azon a mérkőzésen a Bocek azt szerintem nagyon nem tudott erre úgy ráhangolódni. A Gézu meg nagyon ideges volt, és nagyon sok... hogy mondjam, nagyon sok érzelmet vett ki ez a meccs, és lehet, hogy pont ez a nagyon sok érzelem, amit ez a meccs kivett, a végén ez nem ettől blokkolt le, vagy ezért fáradt el hamarabb, mint hogy még egy tust beadott volna, de egyébként most már így minden 3 ezüstérmünk van, 3 bronzérmünk, úgyhogy szerintem ez így rendben van. Végképp ne üssünk oda, hogy olimpiai ezüstökért mentegetőzünk, hogy magyarázzuk őket, úgyhogy még egy bronzot hadd elevenítsek fel, mert analóg egy kicsit a jó apád olimpiai berobbanása neked most ezzel a világversenyeddel. Bevallom, egy fél perc kitűrőt talán megér, és az időnkbe belefér, hogy nekem Atlanta volt tudósítóként az első olimpián, és árnyaltan fogalmazva nem voltam vívó szakértő.
újságíró, és amikor beestem a párbajtőrre, akkor azt láttam, hogy Kovács Iván vív a bronzért egy számomra ismeretlen vívóval, és amikor Iván adott egy tust, akkor és mondtak, hogy az Ivánnak szurkolsz, szóval mondom, persze a magyarnak szurkolsz, szóval, mondta, ő az Imre Géza, hol mondom, bocs, elnézést kérek. Tehát gyakorlatilag nyilván a vívók ismerték Gézut, de én bevallom, hogy nem ismertem, és ahhoz képest az egy dolog, hogy bronzérmes lett, de olyan rokonszenvesen nem csak hogy végigversenyezte, hanem utána, ahogy ott maradt végig az olimpián, gyakorlatilag ő ott az alatt az olimpia alatt úgy bevonult a magyar köztudatba, és azóta ki se jött onnan. Úgyhogy annyit beszéltünk már kézilabdáról, meg jó anyádról, hogy érted meg apád pályafutását? Így utólag persze, hát nem sokat láttam belőle az elején. Hát először is elmondok még egy történetet az Európa-bajnokságról, hogy kaptam azt azokat az rikákat a csapattól, hogy mindig mondták, hogy valaki, minden gyerek legóval játszott, az Imre meg olimpiai érmekkel játszott otthon. szóval ezt megkaptam. Nekem apa pályafutásához a legemlékezetesebb nap köt, tehát hogy az én legemlékezetesebb napom az olimpiai döntő volt Rióban. Akkor voltam, még 14. életémet kezdtem talán. Az életem egyik legmeghatározóbb telefonbeszélgetése volt, az biztos apával, tehát... A döntő után? Igen, a döntő után. Hát nem is tudom, itt a idő szerint talán 10-11 óra körül nem, lehetett. Inkább hajnal volt. Igen, az eredmény hirdetés, ja, és utána, miután ő kiért ott gondolom a mixzóna, nem tudom, volt-e dopping ellenőrzés, tehát ott a kötelezettségét letudta, utána ő, ahogy sétált vissza a szállásra, a faluba, ott mondta, vagy nem tudom, én mondtam, hogy telefonáljunk. Még tényleg fiatal voltam, de ő azt mondta akkor, hogy olyan érett beszélgetés volt, és én is így emlékszem, hogy ott ez egy nagyon mély beszélgetés volt, szerintem hajnali 3-4-ig beszélgettünk, szóval 3-4 órás telefon volt, és a végére már ő is, éreztem az elején a hangja, hogy azért csalódott volt. Én ugye közben nagyon sokat sírtam a telefonban, mert azért az engem úgy mélyen érintett, mert én őszinte leszek, én úgy néztem a meccset, hogy néztem, előrébb volt ugye a neten, írták az eredményt, ugye. És el volt, tehát hogy az volt ugye írva, hogy a 14-10-re vezet a kórai, ugye, de nyilván apa vezetett, csak fordítva volt valamiért az olimpiai oldalon. És hát ugye láttam, hogy tustad apa, de hát ugye azt tudtam, hogy ez a kórai. Tustad, megint tustad, és 10-10, és leraktam a telefont, tudtam, hogy akkor ott onnantól az kórai megnyerte. Mert ugye hát a Emni Sport adta, és ott nyilván nem tévén néztük, hanem laptopon, és kicsit le volt maradva, és látom, hogy 14-10, és hogy már 15-14 apának volt beírva, de hát ugye a kórai nyert, és az ott ott nem is tudom, mi történt utána, arra nem is emlékszem, de arra a telefonbeszélgetésre, hogy bennültem a fürdőben, és mi edzőtábor voltunk közben, azért így elég nehéz volt megoldani, és tényleg ott ő vigasztott már engem szinte, szóval ez elég fura volt, de a végén már azért tudtunk egy mosolyogni, utána még szerintem üzenetben még nagyon sokat beszélgettünk este, mert ő se tudott aludni, én se tudtam aludni, szóval az egy nagyon, nagyon mély beszélgetés volt, ott elmesélt nekem mindent az egész olimpiáról. Azt nagyon sajnálom, hogy hát Rióban azért nehézett volna kijutni, de hogy Londonban úgy nem láthattam olimpián vívni, ugye talán ott lehetett volna rá esély, ugye a Fazekas Gerinek mesélte, hogy ő ugye látta a Nándit védeni, azt úgy sajnálom, hogy hiába nem volt az annyira sikeres olimpiája, mégiscsak, hogy látni az egyik szülődet olimpián gyerekként, az azt gondolom, az felejthetetlen lehet, az sajnálom, hogy az nem jött össze, vagy nem tudtunk kimenni, úgyhogy tényleg, de tényleg az a riói olimpia után nagyon, én visszanéztem azt a meccset, még mai napig van, hogy megnézem azt az asszót, és tökéletesen megvan, hogy apa mit csinál utána, hogy leborul, így lerakja a sisakját, és csak azt látom, hogy inkább senki nem szólna hozzá, de Dancsázi Tamás edzővel meg ugye olyan viszonyban voltak, hogy tudta, hogy pontosan, hogy mit kell, és tudtam pontosan, hogy az interjújára emlékszem, tudtam, láttam, hogy hogy állt ott a dobogón, ugye anya azt mondja mindig, hogyha ugye az ezüst, hogyha ott azt megnyire, akkor lehet a csapaton nem tud úgy vívni, és lehet nem tud bronzérmes lenni ott.
Hát igen, az valahogy az nekem mai napig úgy benne van, lehet jobban is, mint neki, bár nem hiszem, de abból úgy sokat merítettem én is abból, hogy akkor csak azért is nagyon jó lenne, nyilván egy teljesen más sportág, más a kiutás, nem egyéni sportág, csapasportág, de tényleg az nagyon jó lenne, ha egyszer sikerülne, akár egy érem is, de aranyérem az tényleg fantasztikus lenne, és az biztos, hogy nekik az övéké lenne, mert tényleg azt gondolom, mindketten meg is érdemelnék, megérdemelték volna, de tényleg az a riói olimpia az számomra az csúcs volt, meg hát szerintem az lesz életem legemlékezetesebb pillanata, tehát annak ellenére, hogy úgymond szomorúan ért véget, mégse az nekem az annyira boldogsággal töltötte. Ez végszóban is olyan jó lenne, hogy nem nekem kéne mondani. Azért mégse szomorúan fejezzük be, mert az égvilágon semmi okunk nincs erre, úgyhogy ha nem is szó szerint, de tudom idézni egy nagyon, nagyon frappáns és felemelő véleményet. Valamikor valahogy úgy fogalmaztál, hogy a Jóisten valamiért nem akarta, hogy olimpiai bajnok meghitt és boldog családban éljetek, de az utóbbi kettő szerencsére így is megadatott, úgyhogy mi egyebet kívánhatnék, az utóbbi kettő maradjon meg, az első pedig változzon. Hát ezért most ketten is tehetnek a családba, de én ilyen kompromisszumra készemberként bőven beérem azzal, hogy egyikőtök olimpiai bajnok lesz. Köszönöm szépen, mi is hogy itt köszönjük. Köszönjük szépen.